Köszöntöm a kedves nézőket! A Kondorosi Népfőiskola híreinek 5. adásával jelentkezünk. Vendégem Kvasz György, építész. Mondanak kérem pár szót a épülő népfőiskola épületének történetéről? Köszöntöm én is a kedves nézőket! Nagy megtiszteltetés volt, hogy Kondoroson egy ilyen patinás épülettel foglalkozhattam, és tervezési munkákat, amit később meg bemutatunk, egy komolyabb történetkutatás előzte meg. Ezt szeretném most beszélgetés elején ismertetni. Én úgy gondolom, minden kondorosi ez az épület a szíve csücskét képezi, szinte minden család kötődik ez az épülethez. Kinek a édesanyja, kinek a felmenői jártak ebbe az iskolába. Úgyhogy úgy gondolom, különös gondossággal foglalkoztunk ennek az épületnek a további sorsával. Egy kis történelmi hátterét szeretném az épületnek bemutatni. Jelenleg 2 épület áll az ismert iskola területén, illetve 3, mert megvásárlásra került egy lakóház is mellette. Az utcavonalon álló jobboldali első épület az legelső épület, ami az ingatlanon felépült. 1902-ben Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén került felavatásra március 25-én. Ez egy klasszikus iskolaépület modell szerint épült, egy tanteremmel, egy nagyobb méretű tanári szobával és egy szolgálati lakással, egy kis részen alápincézve. Ebben az épületben kezdődött meg az oktatás, majd olyan népszerű lett ez az itteni oktatási forma, hogy nem telt el 9 év, 1911-ben felépült a mellette levő másik épület tőle, 11 méter távolságban. Ugyanerre a modellre, ugyanilyen műszaki megoldásokkal, szinte lemásolva a másik épület, de azért mégis látszik rajta a némi különbözőség. 2 épület mindegyikére az volt jellemző, hogy oldalbejárattal rendelkezett, be kellett menni ebbe a kis udvarba, és oldalbejárattal rendelkezett. Mindig is oktatás folyt ebbe az épületben. Azért több szakasza volt ennek az oktatási formának. Kifejezetten egyházi katolikus oktatás folyt a 45-ös háború végét lezáró időkig, majd apácák oktattak egyébként az épületben, de szerintem ezt a kondorosiak jobban tudják. Ezután egy új sorssal kezdődött az épületnek, 45 után az állam vette birtokába, kisajátította az épületet a katolikus egyháztól, és 1993-ig folyt, ha jól emlékszem, oktatás az épületben. Apró karbantartási, felújítási munkákat végeztek az épületen, de valójában olyan grandiózus építések nem folytak, amire talán szüksége lett volna az épületnek. Kifestették, egy-egy falat idébb-odébb tettek, picit komfortosították, de az állam nem fordított kellő gondosságot az épületre. Talán ez is okozta azt, hogy ebben az épületben későbbiekben megszűnt az iskolai oktatás. Ki is nőtte egyébként az épület ezt a környezetet. A mellette levő épületek azok, amik az udvaron voltak, azok műszaki szempontból már elég rossz állapotúak voltak. Azokat el is kellett bontani, mert gyakorlatilag semmire nem voltak használhatók. Hogy áll jelenleg a tervezési munka? A tervezési munka több szakaszra bontható. Mivel 2 épületet látunk, 2 megóvandó épületet látunk az ingatlanon, baloldali épületnek felújítási munkái folynak. A jelenlegi felújítási munkákat korábban megterveztük, és annak a kivitelezési munkái is megkezdődtek. Jelenleg nem folynak olyan munkák, bővítési munkák még, ami érintenék az épület külsejét. Tervezés második szakasza az egész létesítménynek a megtervezése. Ez is több szakaszra bontható. Volt egy vázlattervi szakasz, ahol az egész koncepciót a beruházóval kialakítottuk, majd elkészültek az engedélyési tervei, a hatósághoz belettek nyújtva az engedélyési tervek, az engedélyezési folyamatban van jelenleg, és folynak a kivitelezési tervnek a készítési fázisai. Hány ember dolgozik most a tervezési munkálatokban?
ez a szám változó, olyan 12 és 18 fő körül dolgozik, elmondom azt is, hogy milyen szakágak dolgoznak rajta. Dolgozik egy építész trió rajta, azon kívül tartószerkezeti tervező, felmérte az épület állapotát, talán észrevették, voltak olyanok, akik észrevették, talajmechanikai vizsgálatok folytak, meg lett vizsgálva az épület körüli talaj 4 méteres mélységig, meg lett vizsgálva az épület pincéje, talajvízviszonyok. Ezen kívül épületgépészek végzik az épületnek a fűtés, hűtés, szellőzés, vízcsatorna tervezési munkáit, csapadékvízelvezetési munkáit, tervezési munkáit. Folyik egy villamos tervezés is, külső-belső villamoshálózat készül, teljesen új villamoshálózat készül, térvilágítás készül az udvaron, valamint készülnek hátul parkolók, 18 járművet befogadó és autóbuszt is befogadó parkoló készül, valamint a tűzvédelem is kiemelt szerepet kap az épületben, tűzvédelmi szakértő foglalkozik a tűzbiztonsággal, és tűzjelzőket terveznünk az épületben. Milyen funkciókat kell ellátnia az épületnek tervezési szempontból? A kérdés nagyon jó. Én úgy gondolom, hogy ennek a történelmi hátterét kell ismét visszatekinteni. A népi és főiskolai rendszer közel 100 éves hagyományokkal rendelkezik. Ezt a hagyományt folytatva és tisztelve alakítottuk ki az épületnek az új funkcionális rendszerét. Van egy nagyobb méretű aulánk, tőre-balra az újabbik régi épületnek a egykori tantermében lesz kialakítva egy kis olvasó, szabadpolcos olvasó, ahol kávézni is lehet. Ez egy kis hangulatos, szabad része lesz. Ezen kívül köré előadótermek és oktatótermek lettek, illetve klubszobák lettek elhelyezve. Összesen 6 darab ilyen terme van, illetve a jobb oldali részen van egy olyan terem is, ahol ez már egy komoly nagy teremnek mondható, több mint 200 négyzetméteres előadóterem. Itt már nagyobb rendezvények is lebonyolíthatók. Ezeken a funkciókon kívül az épület emeleti részén, mert a jobb oldali rész fölé egy kis emelet is fog készülni, az emeleten lesz elhelyezve egy 45 férőhelyes szálláshely, szállásépület, összesen 10 szobaegységgel, családok, közösségek számára fog készülni. Minden szobát természetesen saját vizes blokkal alakítunk ki, és ezek a helységekhez kapcsolódóan lesz a földszinten egy étkező és egy melegítő konyha is. A melegítő konyha alkalmas lesz a nevén túl nem csak ételmelegítésre, hanem kisebb ételek elkészítésére is. Ezen kívül az épület baloldali részén található egy növényház. Itt gyógynövényeket lehet majd szárítani, termelni, egy fűvészkerttel együtt készül, tehát minden fázisát meg lehet élni a gyógynövénykultúrának, a most népszerű gyógynövénykultúrának, beleértve azt is, hogy egy kis kóstolóhely is készül, tehát a itt termelt gyógynövényeket ott szépen meg is lehet kóstolni. A további baloldali részén egy kis szabadtéri részhez kapcsolódó, kiszolgáló öltöző, zuhanyzó, külső zuhanyzó készül, hiszen az épülethez egy jelentős zöld felület kapcsolódik, mozgás lehetőséggel, sportpálya kialakítási lehet, kisebb sportolási lehetőség, ehhez kapcsolódik ez az öltöző vizes blokk, illetve egy kis grillkonyha terasszal együtt, egy kis nyári felfrissülésre is alkalmas lehet. Összefoglalva, ilyen funkcióknak fogunk megfelelni ezzel az épülettel. Volt-e valami különleges kérése a beruházónak a tervezési folyamatokkal kapcsolatban? Hát visszakanyarodnénk az első kérdésre, az épület történetére. Az épület egy nagyon patinás épület, amely most jobb sorsot érdemel. A törekvésünk az volt, és ez találkozott a beruházó elképzelésével, mivel ez az épület a kondorosiak szíves csücske, hiszen itt ide jártak iskolába a szüleik, nagyszüleik,
szinte mindenkinek van kötődése ez az épülethez, ezért arra törekedtünk, hogy ez az épület visszakerüljön abba az állapotába, amit megérdemel. Amilyen volt 1902-ben és 1911-ben, mikor az akkori építők, adakozók, akik létrehozták, megvalósították ezt az épületet, most ugyanolyan állapotban, vagy még szebben fogják látni majd a kondorosiak, mint amikor ez az épület ez megvalósult. Viszont arra törekedtünk, és ez majd a terveken és a későbbi épületen is meglátszik, hogy nem avatkoztunk bele a régi épület mesterének művébe. Amit most mellépítettünk és kialakítottunk, azzal már nem másoljuk le a régi építészetnek a stílusét. Egy merőben új és modern épülettel, a legmaibb technikák szerint fogjuk kialakítani azt a bővítést, amivel jelentősen bővül majd az alapterülete az épületnek. Én úgy gondolom, hogy ebben találkozott elképzelésünk és gondolataink a beruházóval is. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és a beruházás előre haladtával várjuk vissza a műsorunkba. Nagyon szívesen jövök. Következő adásunk vendége Karsai László építésvezető. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak.